a tónus differenciákat, mindig hunyorított szemmel nézzük. Hogyan mérünk helyesen? Mindig feszes karral, a karunkra merőleges ceruzával. Ha nem merőleges a ceruza a karunkra, össze-vissza áll a kezünkbe, mindig más méretet veszünk föl. Ha megépítjük ezt a gúlát, ami a könyv melléklete, sokat segít az otthoni rajzolásban. Ezt már Dürer és Leonardo is használta. Arra jó, hogy a méreteket, az arányokat megállapítsuk vele. A fej formája a tojáshoz hasonlít, hogy ha rárajzoljuk a tojásra, akkor otthon gyakorolhatjuk ezeknek a tengelyeknek az ellipszis ívét. Forgassátok!